Közeledik a MotoGP 2020-as szezonja, habár egyelőre nem tudjuk biztosan, mikor kezdődik el. A motoros király kategória első négy versenyét törölték már a koronavírus globális terjedése miatt. Katarban csak a kisebb géposztályok versenyeztek, a tájföldi, amerikai és argentin fordulókat pedig sorban elhalasztották. Kérdés, hány verseny fog ugyanerre a sorsra jutni? A tesztidőszak azonban még gond nélkül lezajlott. Ez alapján az Autosport és Formula magazin MotoGP szakíróját kérdeztük arról, mi várható az évet során, ha elkezdődik. Az előző évek alapján nehéz nem Marc Márquezt megnevezni a fő esélyesnek, ez idén is nyilvánvalóan így van. Viszont vannak jelek, amik arra utalnak, hogy idén nehezebb dolga lehet Márqueznek és a Hondának is. Egyfelől Márqueznek a felkészülési időszaka nem sikerült a legjobban. Zsinórban a második téli időszaka ment rá egy válműtétből való gyógyulásra, másfelől pedig a Hondának is voltak nehézségei az új motorral. A katari tesztnek az utolsó napjáig nagyon el voltak veszve, de talán az aerodinamikai csomagnak a kukázásával, illetve a 2019-es csomagra való visszatéréssel sikerült valamennyire kilábolniuk a gödörből. Ennél nagyobb probléma lehet, hogy viszont a rivális gyártók komolyat léptek előre a jelek szerint, főleg a Yamaha és a Suzuki. Ennek köze lehet ahhoz is, hogy a Michelin egy teljesen új hátsó gumit hozott el erre a szezonra, és ez szemlátomást jobban kedvez a sor 4-es motoroknak, amelyek a nagyobb kanyartempóval operálnak. Úgyhogy ilyen szempontból a Yamaha és a Suzuki lehet talán idén a fő kihívó, de még a Ducatit sem szabad leírni, illetve akár számolni kellhet nem feltétlenül a végső siker szempontjából, de a dobogós helyezések tekintetében az Apriliával, illetve a KTM-mel is. A tesztek alapján Fabio Quartararo talán az, aki a leginkább megszorongathatja Márquezt, mind a két teszten remekül teljesített, illetve a tavalyi újonc szezonja is kiválóra sikerült, de hogyha a tempókat nézzük, a hosszú etapokon nyújtott tempókat, akkor Maverick Viñales, illetve Alex Rins is szóba jöhet. Természetesen ott van még Andrea Dovizioso, aki az elmúlt három évben minden alkalommal világbajnok ezüstérmes lett, és nyilván, bár lehet, hogy az utolsó szezonjára készül, de sosem szabad leírni Valentino Rossit, aki ugyan a tavalyi idényben, illetve a mostani tesztidőszakban is kicsit haloványabban teljesített, de sosem lehet vele, tehát nem lehet őt kizárni az esélyesek közül. A mezőny rangidőse egyértelműen Valentino Rossi, aki már 1996 óta itt van a gyorsasági motoros világbajnokságon, ebből 2000 óta a király kategóriában versenyez, de lehet, hogy ez lesz az utolsó idénye. Azt már bejelentették, hogy a gyári Yamahától mindenképpen távozik, hiszen leigazolták a helyére Quartararót, és igazából majd az első versenyek után fogja eldönteni, hogy jövőre is marad-e a MotoGP-ben, vagy pedig visszavonul. Hogyha marad, akkor a Yamaha továbbra is gyárilag fogja támogatni. A kérdés az, hogy igazából a Petronas Yamahánál találnak-e neki ülést. Ha igen, akkor lehet, hogy marad, ha nem, akkor valószínűleg ez lesz az utolsó idénye a MotoGP-ben. A fő esélyes tehát Marc Márquez, aki 7. világbajnoki címéért indul a legnagyobbak között. Akik biztosan nem unják a spanyol tehetség uralmát, azok a hazai Honda közösség tagjai. Még Magyarországon is tetten érhető a japán márka népszerűségében a MotoGP-ben látott sikerkorszak. Mindenképpen hatással van, azt gondolom erre, hiszen gyakorlatilag akik szeretik a márkát, akik szeretik a minőséget, azok láthatják, hogy egy ilyen komoly megmérettetés esetében is, mint egy MotoGP, képes a Honda folyamatosan eredményeket felvonultatni és eredményeket produkálni, pedig itt aztán a konstruktőrök versenye is gyakorlatilag zajlik, és ténylegesen egy nagyon erős mezőnyben bizonyítja azt, hogy megbízható és gyors motorokat képes gyártani, bár nem csak az erő és a pontosság meg a megbízhatóság az, ami számít, hanem a kezelhetőség is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon is sokat számít az, hogy látjuk ezeket az eredményeket. Ha jól tudom, egyébként a Honda az 25-ször nyerte meg a MotoGP-t, úgyhogy hát ez tekinthető azért egy nagyon komoly és jó szériának.